Sziasztok, srácok! Világos vagyok. Most ez a videó a második része egy videósorozatnak, amelyben azt kísérlem meg bemutatni, hogy egy mesterjátékos mennyi idő alatt jut el 0-ról 350 pontig, vagyis a mester című. Na most ugye nekem itt az előző videóban láthattátok, hogy eddig 4 meccsből 3 és felet nyertem meg, és jelenleg 57 pontom van. Kérlek, ha nem tetted meg, akkor iratkozz fel. Illetve nézzétek meg a videónak az első részét is. Illetve a feliratkozásoddal, illetve a lájkkal sokat segítenél nekem, illetve a csatornának is. Na lássuk, hogy itt mi a helyzet, mit tudunk itt tenni. Az X-nek előnye van, hogyan lehet neki használni. Az X itt jobban áll, 127 pontos ellenfelünk. Azt mondja, hogy ide leblokkálom itt. Na ezt vajon hogy? Vajon ezt azt mondja, hogy ide... Most itt egy picit gondolkodnom kell. Na most vajon rájesszek, támadjak, vagy... Most egyébként 9:30 körül jár este az idő, egy kicsit fáradt vagyok. Hát nem tudom. A kérdés, hogy itt... Aha, akkor őnek itt lenne egy nyerési helyzete. Ezt el kell, hogy roncsam neki. Tehát ezt most el kell, hogy roncsam. Mert itt már fenyegetett. Itt kés van a hátamban. Most én itt úgy érzem, hogy nekem itt most egy picit védekeznem kell. Most ez egy picit passzív játék X-el, de mentségem legyen mondva, nagyon fáradt vagyok. Tehát most itt egy picikét passzívan játszok, mint ahogy esetleg talán kellene. Na, ez... Ebből lesz valami? Rossz helyen védte. Rossz helyen védte a delikvens. Igen, és itt nyertünk elviekben. Elviekben ezt megnyertük. Itt. Igen. Tehát most itt ugye D8 a fenyegetés, majd utána C6-on megvan a 2x4. Tehát ezt megnyertük. Igen. Igen, látjátok? Így. Tehát most itt hiába tette be a 2x3-at, mert én itt gyorsabb vagyok. Gyorsabb vagyok az ötössel. Ennyi. Jó, köszönjük. Lássuk, lesz-e visszavágó. Adunk visszavágót. Jó. Tehát most akkor folytatjuk a menetelést a 350 pont irányába. Lássuk, azt mondja itt, akkor beteszünk egy ellakot. Jó, azt mondja mondjuk itt. Először én szeretek egy kicsikét így védekezni. Ami azért nem annyira rossz, ha az ember kicsikét néha védekezik, ezt jobb lett volna felülvédeni, igen. Itt az X egy picikét passzív, a kör meg még inkább. Jó. Hát itt nem akarok egyébként túl sok lehetőséget adni az illetőnek. Itt... Hát, itt, hogyha most J6-ra tesz, de nem, akkor ez egy jó lépés lett volna. Húha! Kezdünk rosszul állni. Hú! Ezt elrontottuk. Elviekben ezt elcsesztük. Húha. Igen.
Itt, négy lépéssel előre nyerte. Igen, ezt megnyerte. Kénytelen vagyok itt védeni, különben itt azonnal. Ezt elvesztettük. Sajnos ezt elveszítettük, hát igen. Na, lássuk. Igen. Igen. Igen, ezt egyébként fent kell, különben még így is van esélyem nyerni. Hú. Hát a helyzetem nem mondható előnyösnek, basszus kulcs. Húha. Hát szerintem ezt most elmajomkodtam, de nagyon. Ezt most elmajomkodtam, de nagyon. Hú. Jó, hát egyszerűen nem tudok más tenni. Itt, és ezt most kivédem, de most örülök, ha ki tudom védeni. De szerintem ez lehet, hogy már nekem vesztett állás is. Jó. És látjuk, hogy itt, akkor most itt meg tudom akadályozni egyelőre, hogy itt négye legyen, de most nagyon erős támadásai vannak, tehát megkockáztatom, hogy ez számára majdnem nyert helyzet. Kíváncsi vagyok, mit tud vele kezdeni. Hát igen. Itt, az nem. Most ezt az átlat el akarom kerülni, tehát kénytelen vagyok itt védeni, hogy ez itt ne legyen, igen. Jó, ezt védjük. Nagyon erősen támad, és nagyon kellemetlen érzem magam, tehát most itt nem állok a legjobban. De most egyébként egy másik mester ebből már nyerne, lássuk, hogy Timella mit képes a helyzetből kihozni, de most nyert helyzete van velem szemben. Jó. Igen. Nekem itt nincsen semmim, hát ez döbbenetes, srácok. Hát ez valami katasztrófa. Na, nézzünk egy ilyet. Aha. Az a baj, hogy messze van, messze van, messze van. Messze van. Itt, és ez itt nekem nem nyert helyzet, mert messze van egyel. Húha. Jó, hát akkor védjük itt. Ugye itt most nem, remélem, hogy nem tud mit csinálni. Itt az ötös, utána itt egy hármas, és ettől félek, de hál' Istennek, hogy ez még éppen nem nyert helyzet, de... És itt tudok blokkálni, jó. Jó, ha itt tudok blokkálni, akkor jó lesz, jó. Akkor itt most blokkálok egyet. Itt ugye most védeni kell. Úgy. Hát basszus, ezt éppen hogy ki tudtam védeni. Tehát ez nem a legjobb, ahogy most állok. Húha. Ez nem a legjobb, ahogyan most állunk, srácok. Hát itt most elrontjunk el egy támadást. Nem tudom. Nem tudom, mit tévő legyek. Itt most egy picit támadok, ugye itt most ezt blokkálnia kell. Na mi, benéztünk valamit, vagy mi ez? Jó. És itt én most blokkálok egyet, és ezzel most már elvileg nem tud nyerni. Ellenfelem. De ne kiabáljuk el. Jó, hát ez itt szerintem nem ad semmit. Igen. Ezt itt kell védeni G12-n, mert itt azonnal nyerek, ha nem G12-n védi. Ez hiba volt. Hát most itt a rossz helyen védte ellenfelem. Jó, köszönjük. Nézzünk egy másik meccset. Tehát... Egyébként, ha érdekel titeket, srácok, van pár videóm, amiben nagymesterekkel játszom. Ez a világos versus Gomoku GM, világos vs Gomoku GM,
világos VS okos nőci, ha Unknown Chess Masternek a csatornájára feliratkoztok, akkor ezeket láthatjátok. Tehát most van jelenleg 86 pontunk. És egyébként erről a Swap 2-es nyitásról van egy külön videóm. Ezt nagyon szeretem, ezt a nyitást, ezt a Swap 2-es nyitást. Van róla egy külön videóm is, amiben bemutatom ezt a dupla S a jele, ezt a Swap 2 nyitást. Ha érdekel, akkor gondoljátok, akkor nyugodtan nézzétek meg azt is. Hát most úgy látszik, hogy nem fogadja el. Na nézzük a roppert egy percesben. Nézzük a roppert, hogy elfogadja-e. Jó, hát én itt próbálkozom, hogy minél gyorsabban tudjak játszani. Nem. Nézzük a jent. Ez a swap 2-es nyitása, nem. Nem. Hát pedig a roppel jó lenne, ha elfogadná. Vagy a restinga. Hát én próbálkozom nagyon erősen, hogy játszak. Úgyhogy, srácok, egyébként az én videóimnak ugye a célja az tipikusan az, hogy nektek segítsen. Nektek segítsen jobb játékosnak lenni, stratégiákat mutatni. Na, a roper nem jött velem, aztán elment egy 126-ossal. Jó, közben itt mindenki lekopott. Hát Jézusszal nem. Na nézzük a meccsit, jön-e. Nem, mindenki akkor teszi magát. Akkor teszi magát mindenki pihenő módba, amikor itt. Na nézzük meg a Ropernek a játszmáját. Roper nyert. Tehát látjátok, még egyszer, ez a dupla vonal, ez nem csalást jelent, hanem ez azt jelenti, hogy 20-nál kevesebbet játszottam. Tehát most vagyok 86 ponton, egyébként itt az X kör nyert. G4, utána F6, aztán H4-jel összeteszi. Oké. Azt mondja, you are good, but I... Tehát ő nem mer velem játszani, vagy nem tudom. Hát most ő megígérte, hogy most ezt a kör már megnyerte. Tehát itt F7-en pontosan, és F5-ön. F7, F5-en. Egyébként a Roperrel játszottam már egy perces játszmákat. Na lássuk, hogy most jön-e. Most ki fogom hívni. Jaj, ne! Most megint meg kell várni. Hú, remélem, hogy a Roper addig nem lép le. Az nem lenne túl jó. Na lássuk. Oké, lássuk, hogy Ropper jön-e velünk 307 ponttal egy percesben. Lássuk. Na itt a Ropper 307. Tehát ez most egy perces parti. Jó. Jó. Hopsz. Jó. Igen. Jó. Hát most itt egyelőre védekezem. Egyelőre én most itten védekezem. Hopp, itt, jaj, ezt már el is vesztettem. Ajjajjajjaj, ezt elvesztettem. Ezt bizony elvesztettem. Itt. Ennyi. Ezt megnyerte. Sajnos, fáradtan, srácok, nem jó játszani. Jó, lássuk, hogy X-el vagyunk, akkor mihez kezdünk. Jó, ezt sajnos elvesztettem. Lássuk, mihez kezdünk X-el. Ja, hogy egy perc, ugye... Hát, húha.
egy kötelező ide. Ezt megnyerte. A fene egye meg. Francba. Jó, itt egyet blokkálunk. Jó. Ugye itt ezzel nem fenyeget ezzel a hármassal, remélem, hogy semmit. Hát basz, jaj, ez megint egy erős tán... Most nagyon-nagyon gyengén játszok, bocsánat. Négy másodperc, atya ég. Hát most ezt elég lesz végigvinni. Ezt elég lesz végigvinni, srácok. 14 másodperc. Nyolc, húha, ki fogunk futni az időből. Jaj, 5 másodperc. Hát ez már vége. Ezt most irathatjuk. Igen. Hát ez már itt össze-vissza teszek, ez már semmi. Ez már semmi, srácok, ezt meg fogja nyerni. Ez már semmi, ezt meg fogja szerintem nyerni. Most teszek, mint az állat, és itt nyert is, kész. Kész. És megnyertük azt a mindenit. Egy. Ezt nem gondoltam volna, tehát egy másodperc az, ami maradt. Jó, egy. Hát ez most szerencsénk volt, és már is 86 pontunk van. Azt a mindenit. Oké. Jól van. Na, lássunk egy következőt. Egy perceset. Jó. Na, lássuk. Jó. Jó. Előre blokkálunk és védekezünk. Itt ugye a kettő, ha kétszer nemes védeni kell. Itt mondjuk védjük ki ezt. Jó, ez itt semmi. Itt. Hogy itt az ötössel valamit akarhat. Jó. Húha. Itt van az ötössel, itt lehet itt kétszer négy, nem. Jó. És itt nyertünk, jó. Oké. Jó, ezt megnyertük. Oké, menjünk tovább. 2-1 ide. Jó. Jó, akkor menjünk az ellakra. Ez már nekünk nyert helyzet. Elviekben, de most itt fogja. Aha. Ez érdekes, most vagy ő nyer, vagy én, ha most kockáztatok. Ha most kockáztatok, akkor vagy ő nyer, vagy én.
Na nézzük, de erre meg itt fogja védeni, hogy hármasa legyen itt. És utána meg ellentámad, akkor nekem itt kell. Huha! Ez durva. Ez durva. Na, ez viszonylag elég jó meccs. Igen, mondtam, hogy itt a hármasra fogja védeni. Amit nekem itt kell. Húha. Ez nem jó. Ajjajjajjaj, ezt nyerte. Ha most ügyes, akkor ezt meg tudja nyerni. Ezt elcsesztem. Tehát most, ha ez ügyes, akkor meg tudja nyerni. Elviekben. Na, lássuk. Hát itt, igen. Jó. Hú, itt lent kellett volna védeni a francba, ezt eltoltam. Megint 8 másodperc. Atyaisten, nagyon lassú vagyok valamiért. Valamiért nagyon lassú vagyok. Olyan meccseket rontok el, amiben egyébként nyernem kellene. Hopp, és megvan. 4 másodperc, gyerünk, gyerünk, gyerünk. Ennyi, oké, nagyon jó. Tehát 3-1, oké. Na jó, lássunk még egyet. Aztán ez az utolsó. Jó, most ide fog nem. Hát akkor tegyük ide. Ezt meg itt védjük, nem? Jó. Tehát most 3-1 ide. Igen. Itt akar tovább építeni. Most vagy ő játszik nagyon jól, vagy én vagyok nagyon fáradt. Valamelyik biztos a kettő közül. Jó, most itt nem akarok, hogy egy percesbe itt neki bármilyen nagy lehetősége legyen. Úgyhogy most kicsit passzívan játszom. Jó, itt. Itt. Húha. Itt. 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 Hát itt el kellett, hogy roncsam. Ja. Na ezt most már ki fogja védeni. A francba is itt lehetett volna nyerni. Tehát most itt van egy nyerési lehetőségünk, és megy is. Itt. Most itt védenie kell, és itt nyertünk E4-en. Tehát E4-en a nyerés. Ennyi. Jó, köszönjük. Oké, köszönjük szépen. Nem. Tehát egy percesből ennyi most nekem. Egyelőre elég volt. És most akkor nézzük meg, hogy körülbelül hol állunk. Hol állunk a pontversenyben? Hol állunk a pontversenyben? Tehát most van 122 pontunk, tehát ez a sorozatnak a... Jól emlékszem, a második része. Tehát ez volt a második rész 122 ponttal. 122 pont. Srácok, akkor viszont úgy fog kinézni, hogy lesz egy következő harmadik rész is. Tehát most ezután jön a harmadik rész, amiben folytatjuk a menetelést előre. Én köszönöm szépen egyelőre a figyelmet, és akkor találkozunk a harmadik részben, amint lehet, jön az is, és feltöltöm azt is ezután. Iratkozzatok fel, és lájkoljátok a videót, ha tetszett. Köszönöm szépen! Sziasztok!